Naponta friss témák, hírek. Biogyógyulás.hu. Az egészség legyen veled. Ebben a mai videóban a B2 vitamin hatékony pótlásáról lesz szó, és arról, hogy mikor ajánlod B2-t pótolni. Szeretettel köszöntök mindenkit! A B2 másik neve a riboflavin, mely egy könnyen felszívódó, vízben oldódó, az ember egészségének fenntartásához nélkülözhetetlen vitamin, mely fontos szerepet játszik a zsírok, a szénhidrátok és a fehérjék lebontásában, illetve a vérképzésben, a légzés folyamatában és az antitest termelésben. A B2 vitamin hiány leggyakoribb jele a repedés a bőrünkön, például a sarkak repedezetté válása, a szájszéleknél jelentkező repedezettség, végbélrepedés, tehát ha valahol repedezetté szárazzá válik a bőrünk. Az orrhajlatnál repedező vagy erősen zsírossá váló bőr is jelzi a B2 hiányát. Mindezek a problémák azért jelentkeznek, mert a B2-re szükségünk van a megfelelő kollagén szint fenntartásához is, a kollagén pedig ugye a bőrünk fő alkotó eleme. A véreres szem, a fényérzékenység, vagy ha csak megerőltetéssel tudunk távolba látni, ezek is utalhatnak a B2 hiányra. Orrmelléküreg gyulladásnál, magas hisztamin szinteknél, korpásodó hajnál és egyes migrénfajták esetén is nagy eséllyel alacsony a B2 szintje a szervezetünkben. A B2-ből hiány először is a túl sok finomított gabona ételfogyasztása miatt alakulhat ki, tehát kenyerek, tészták, műzli, édességek, süteményeknek a túlzott fogyasztása következtében. Okozhatja a gyenge gyomorsav is, tehát ha nem elég erős a gyomorsavunk ahhoz, hogy az ételek megfelelően megemésztődjenek a gyomorban, ennek ugye jele a nyelőcsőreflux, illetve a gyomorégés. A B2 hiányához vezethet az elzsírosodott máj, ha rossz a felszívódás a belegben, IBS, Crohn, cölikália, a túlzott alkoholfogyasztás és a túl sok szoláriumozás is. Az ösztrogén tartalmú gyógyszerek csökkentik a B-vitaminok szintjét, ilyenek például a fogamzásgátló tabletták. A B2 pótlásához a legjobb a sörélesztő pehely. A sörélesztő tele van B-vitaminokkal, tehát nem csak egyfajta B-vitamint pótolhatunk vele, de a többit is, ami azért lényeges, mert jobban fel fog szívódni, jobban tud hasznosulni belőle a B2 is. A sörélesztőnek egy sokkal kellemesebb ízű fajtája, a nemesített sörélesztő, angol nevén a Nutritional Yeast. A sörélesztő után az öt legjobb B2 forrása a marhahús, a szójabab, a tojás, a tejtermékek és a gombáknak a többsége. Nagyon jó B2 vitaminforrás a spirulina alga, itt ajánlanám figyelmetbe a Mandavita spirulina tablettát, vagy az Immunex alga komplexet. Fontos, hogy a B-vitaminok együtt legyenek jelen a szervezetünkben, tehát mindegyik, mert rengeteg folyamatban együtt működnek, ezért is célszerű teljes ételekkel pótolni őket, mert az élő ételekben ugye mindegyik jelen van. Ha a B2-t mégis kapszulázott étrend kiegészítővel pótolnál, tehát a szintetikus B-vitaminokat szednél, amit én nem ajánlok, max. Csak rövid távon, úgy célszerű a B-komplexet vagy a B2-t tartalmazó kapszulákat, tablettákat étkezés közben bevenni. A magas zsír tartalmú ételek, zsíros marhahúsok, halételek, vaj, tojás, stb. Fokozottan használják a B2-t a szervezetünkben, tehát ha például ketogén vagy paleo diétát folytatunk, nagyon oda kell figyelni a B-vitaminok pótlására, ezen belül is főként a B1-re és a B2-re. A B2 a többi B-vitaminnel együtt fontos szerepet játszik az energiatermelésben, hogy az elfogyasztott ételekből energiát nyerjünk, tehát a gyengeség, fáradékonyság van jelen, érdemes a B-vitaminokra is gondolni. A B2 kulcsszereplő a szemeink egészségénél is, az A-vitaminnal, omega-3-mal, cinkkel, C-vitaminnal és a polifenolokkal együtt, ezért ha van elegendő belőle, csökkenhet többek között a szürkehályok kialakulásának esélye. A B2-re szükség van a glutatión megújulásához is, a glutatión ugye testünk egyik legfontosabb saját antioxidánsa. A B2 a vékony bélben szívódik fel, és a testünk nem tárolja el, a B-vitaminok ugye vízben oldódóak, a veséken keresztül kiválasztódik és távozik. Az alapnapi riboflavin szükségletünk 1,4 mg, gyerekeknek kevesebb, terhesség és szoptatás alatt pedig megnő rá az igény, 1,5-1,6 mg a napi javasolt, de jó azt tudni, hogy ezek a javasolt értékek általában alacsonyak.
A B2-t, ha ételekkel pótoljuk, sokkal nagyobb mennyiségekkel is megbirkózik a testünk, a felesleget könnyen eltávolítja. Ha túl sok riboflavin kerül a testünkbe, mert sokat viszünk be mondjuk étrendkiegészítőkkel, a vizeletünk erősen sárga lesz, szinte teljesen narancssárgává is válhat. Ha szeretnéd, hogy más is megtudjon többet a B2 vitaminról, iratkozz fel a csatornára, kérj értesítést a következő videókról a harangombbal, nyomj egyet a videó alatti tetszik gombra, és mert így az algoritmus másoknak is fel fogja ajánlani ezt a videót megtekintésre. Nagyon jó egészséget kívánok neked, találkozunk a következő videóban, addig is az egészség legyen veled!